Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hegedűs D. Géza nem véletlenül, hisz a főorvos asszony ezt írta föl nekünk receptre. Politika, aktualitás, itt vagy ott, nekünk irodalom kell, mely a lelkünkig szól, és már is következik Hegedűs D. Géza, nem csak hangján, hanem élőben. Tessék. A világ eredete. További intézkedésig bezárom lábam között a kaput, korlátlan időre, tatarozás céljából. Senki se hozza a zsengéit, ne zarándakoljon velük ide, senki ne mondjon itt imát, ne hozzon égő áldozatot, vágott bárányt gyógyulásért a szent és fájú oltáromra. A világ eredete romlottnak bizonyult. Minden férfi romlott, minden nemi kapcsolat förtelem, gátat építek, embargót rendelek el, ki bejárási tilalmat, gazdasági szankciót, nem mehet át áru, se behozatal, se kivitel. Minden hajó kéretik a kikötőben horgonyt vetni. És tegye a váltót üresbe. Fabárkát építek, hogy mentsem magam, elpucolva ebből fészekből, egyedül. Nagy esőt hozok, vízözönt, áradást, hogy minden férfi az iszabba fulladjon, mint a gerebjével szétvert kagyló. Minden férfi rothadó tengeri csillag, idétlen és sápat, minden férfi zöld palack, elmorzsált parafadugóval, ósdi szerelmes levelekkel, elkopott és hamis szavakkal, minden férfit a hullámsodor megfullad és elpusztul örökre. És megígérem, hogy egyetlen engedetlen holló sem fog matatni részekben sünben, és nem szabadul és nem száll el idő előtt mélységeimből, hogy lássa, vajon apadt-e az áradás. De a galambot nem gond, a szívemben őrzöm, közel-közel a vízözön után, minden létező pusztuljon. A világ eredete fagyos és mozdulatlan marad, halott metafora, csendélet az én rövid farmer szoknyám alatt, mint Courbet festményén. Uraim, nagy szerencse, hogy költő vagyok. Most új világot teremtek, más kiinduló pontból. Naum Pártom 1986-ban született Tel Avivban, újságíró, irodalmi alkotóműhelyt vezet. Első kötete 2012-ben jelent meg. Egy olyan kötetből olvastam, a Szomjúság járványa. Mutassuk meg a másik oldalát is a kamerának. Úgy, vissza. Egy csodálatos kötet. Képzeld el, Péter, hogy mikor Izrael legutóbbi, tehát nem a mostani, hanem ezelőtti magyar országi nagykövete búcsúzott Magyarországtól, Ilan Mor úr, akkor búcsúképpen ezzel a kötettel búcsúzott, a Kaligram kiadó adta ki, és tulajdonképpen a 70 éves Izrael államban alkotó, tehát nem csak a gazdaságot, a mezőgazdaságot, a tudományt, egyáltalán az adminisztrációt, az államlétet hozták létre az ott élő emberek, hanem megszőtték azt a láthatatlan szellempalotát, kulturális dimenzióját a mindennapi életnek, aminek része a költészet is. Ez a kötet Marnó Jánosnak és Uri Aszafnak köszönhetően, ők fordították magyarra, azoknak a nagy léptékű héber nyelven publikáló költőknek a válogatott kötete, akik az elmúlt 70 év alatt Izrael államban irodalmat műveltek, költészetet csináltak, és fölépítettek egy láthatatlan szellempalotát. Ebből olvastam, de most kinyitok még egyet, és ahol kinyílik, azt fogom felolvasni. Nézzük. Megengeded? Ne félj! Ki oltja a gonoszt, a beteg fehérsége, az üres lap, melyre a Jásár könyvét írják? Ne félj,
minden fehér. Új kezdet, messiási lap, ingyen kártya. Ne fékezd meg erővel a sötét figurákat, a fekete nyelvet, mely üszkösödik, mint a mágia széle, mint a kondérpereme, mint a rossz név. A fehér mindent lerombol, ahogy mozog, hagyatkozz rá, ne fékezd meg erővel az emberben a gonoszt, mely független tőled, és jön is már, és megtalálja módját a tűzrakásnak. Jona Balakh, 944-ben született költő. Most lapozok még egyet. Admiel Kosman. Imaközben nem hajlongok. Imaközben nem hajlongok, állok mereven, fagyosan, mindenre készen. Ellepnek a gondolatok halkan, lopakodó hadban, mely előre nyomul a penge éles köveken. Imaközben nem hajlongok, állok mereven, fagyosan. Bennem régóta rom és pusztulás. Mondom, hogy imaközben nem hajlongok, bennem a föld sziklaként megreped, kemény és jajong és közelít, mint az ítélet forgószele. Imaközben nem hajlongok, a kulcsomót magasra hajítom, mereven, fagyosan, mint egy tetszhalott. Admiel Kosman 57-ben született. Akkor, amikor ezt a könyvet tartod a kezedben, akkor egy ilyen történelmi utazáson fut végig az agyamban, ilyen csíkban, hogy azok a magyarok, akik Izrael államát fölépítették, nem csak a köveket, hanem az irodalmat, és itt beszélhetünk Dosról, Efraim Kisondról, Tomi Lapidról, és igen, sorolhatnám igen, tovább. De még a színházat is, a zenei életet. A színházat, a zenei életet, és ugyanakkor ott van például Adi vagy Petőfi Sándor, akit átültettek Héberre. Akik annyira jól hangzanak héberül, mint hogyha a legszebb versmondó mondaná magyarul. Egy nemzet, ami nem csoda, hisz megélte a második csodát, egy Bialik után egy nyelv újra életre kelt, ami soha nem szűnt meg létezni, egy több ezer éves nyelv, és a két nyelvnek a hasonlósága, hisz fordítható. Hisz érthető. Csodálatos verse. Annyi időnk maradt még hátra, hogy elmondd nekem, hogy mikor volt a premier, és milyen siker van. Ó, nagy sikerünk van. Mondjuk el, hogy melyik színházban. Ez a Pesti Színházban, a Váci utcában, Ibsennek a John Gabriel Borkman című darabja, aminek a próbafolyamatát... Többen levelet írtak nekem, hogy igen? Miért mondtam, hogy ez a legjobb darabja, miért hány darabot láttam tőle? Hát jó sok darabja van neki. Jó sok darabja van. Ez az utolsó előtti műve, 1896-ban írta. Börcsökenikő, Hegyi Barbara, Vecsei H. Miklós, Balázsovics Edit és Szerény személyem főszereplésével játsszuk a darabot. A Pesti Színházban nem, Valló Péter, a rendezője. Az előző darabban. Igen, Kunos László fordította fantasztikusan magyar nyelvre, és a Pesti Színházban látható most legközelebb 23-án. Nagyon nagy siker, nagyon szereti a kedves közönség. És nem áll meg a színház, hívom a kedves nézőket még a házi színpadon játszom, Márai Sándor, Hallgatni akartam című írásának színpadi adaptációját, ami szerintem egy nagyon-nagyon kulcsfontosságú mű. Rendezésem éppen holnap este látható majd a Bíborsziget a Pesti Színházban. Jöjjenek, nézzék a Hamlet című produkciót a Végszínházban, amelyben kettő szerepet játszom, azért is van ilyen furcsa frizurám, a Claudiust, a trombitorló királyt, illetve az általa megölt öreg Hamlet atya szellemét alakítom a színpadon. Úgyhogy tehát Hegedűsdé Géza, full volume-ba, ünnepek ide vagy oda, pihenjünk meg a vásárlás között, és adjuk át magunkat a színházban. A szellemi világ az mindig nagy megnyugvás, és jót tesz minden, mert tele van játékossággal, tele van gondolattal, gyermekénünket hívja elő, és valami olyan dimenzióba kerülünk, amikor lemállik rólunk a földre visszahúzó
sok-sok rossz dolog, és megmerítkezhetünk, fölfrissülhetünk. Kedves nézőim, ez volt a mai ünnepi ajándék, hisz az események színhelyéről, ott, ahol a zsidó gyermek hamarosan megszületik, azon a tájon született íróktól, költőktől hallhattunk most rövid összeállítást Hegedűs D. Géza előadásában és válogatásában. Visszavárunk. Köszönöm Addig is szépen. Kellemes ünnepeket. Köszönöm szépen.